A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, VNTV-t vagy Viva Natura televíziót láthattuk. Ezen belül is ez a teleferével Balogh Bélával beszélgetünk. Szervusz Béla! Szervusz! Régóta hallottam ezt az elméletet, majd elmondod tőled, vagy honnan származik, miszerint a Hold egy olyan mesterséges égitest a Föld mellett, ami semmi nem indokol, és akkor el fogod mondani műszaki szempontból, hogy miért nem, és utána nézzük meg annak a vetületét, hogy mi történik energetikailag akkor itt a Földön, hogyha van egy ilyen bolygónk, ahonnan esetleg energetikailag irányítják az itt zajló életet, illetve az itt zajló élet és fizikai folyamatokat. Hát az, hogy nem egy természetes égitest, tulajdonképpen a kutatásoknak az eredményeként jön elő, hiszen az amerikaiak ugye meglátogatták ezt a körülöttünk keringő égitestet, és anyagot gyűjtöttek, ezeket az anyagi mintákat különböző laboratóriumoknak odaadták, azután különböző méréseket végeztek, tehát szeizmográfot hagytak, földrengés, vagy jelen esetben holdrengés jelzőt hagytak a felszínen, és a felemelkedő holdmodulnak egy részét visszadobták a hold felszínére, hogy lássák, hogy milyen rezgéseket kelt a kéregben. Na most, ami az anyagokat illeti, olyan anyagok vannak a felszínen, amelyeknek az olvadás pontja rendkívül magas, és nagyon csodálkoznak a kutatók, hogy hogy kerülnek ezek a felszínre. Azután rozsdamentes vas részecskék vannak a felszínen, tehát nem vasérc vagy valami hasonló, hanem feldolgozott, finomított rozsdamentes vas. Azután olyan urán és neptunium végtermékeket találtak, ami szabad állapotban nem fordul elő a Földön például, viszont az atomerőműveinknek a melléktermékeiként jelentkeznek, legalábbis itt a Földön. És azt is megállapították, hogy bizonyos területeken ilyen korong alakú tömegkoncentrációk vannak, ami nagyon szabályos mértanilag, nagyon jól el van helyezve, és egyre gyanúsabbá vált, hogy ezek nem véletlenül kerültek oda. A másik érdekessége a dolognak, hogy amikor visszadobták a holdmodult, az Apollo 12 esetében majdnem egy órán keresztül rezgett az egész, mint egy harang, az Apollo 13 esetében pedig 3,5 órán keresztül, 3 óra 40 percen keresztül rezgett, remegett az egész szerkezet, mint egy harang. És a NASA-nak a kutatói, más kutatóintézeteknek a tudósai, sőt egy Nobel-díjas kutató is az eredményeknek a kiértékelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a holdnak üregesnek kell lennie. Tehát ez úgy néz ki, mint egy nagy harang, ami ki van merevítve, és van egy rendkívül szilárdnak tűnő kérge, ugyanis, hogyha megnézzük a holdról készült fényképeket, azt látjuk, hogy tele van kráterekkel. De az volna normális, hogyha egy nagyobb átmérőjű kráter egyben mélyebb is volna, hiszen egy nagyobb meteorit mélyebb, nagyobb átmérőjű krátert hoz létre, egy kisebb pedig egy nem olyan mélyet és kisebb átmérőjűt. Na most annak ellenére, hogy az átmérők nagyon különböznek, a kráterek átmérői, a mélységük nem különbözik olyan nagyon, és olyan, mintha kisebb-nagyobb lapos tányérokkal volna tele a hold felszín, ami azt jelenti, hogy valami miatt olyan kemény a kéreg, hogy a meteorok nem tudják átütni. És mindent összevetve, nagyon úgy néz ki, hogy ez egy mesterséges szerkezet.
Beszéljünk a tömegéről is, ugye, meg a méretéről is, tehát hogyha nem nézik gravitációs szempontjából, akkor igazából kicsit nagy nekünk ez a Hold, nem? Igen, a naprendszeren belül nagyságrendileg ez a sorrendben az ötödik. De a többi Hold a saját bolygójához viszonyítva elenyésző méretű. Ez a Földhöz viszonyítva hatalmas nagy. Azon kívül úgy tűnik, mintha tökéletesen pályára volna állítva és be volna szabályozva, hiszen napfogyatkozáskor precízen pontosan eltakarja a napkorongot, a pályája majdnem tökéletes kör alakú, a tömeg középpontja közelebb van a Földhöz, mint a geometriai középpontja, de pontosan ennek a hátterében ellensúlyként ott van egy kidudorodás. Tehát nagyon úgy néz ki, mintha ez így be lenne. Balanszírozva lenne. Pont mint egy főtengely egy motorban, ugye ki van egyensúlyozva, hogy ez a tömegközpont eltolódás ne okozzon semmiféle keringési zavart. Tehát ezt már a 70-es években kezdték pedzegetni, hogy ez idegen intelligenciának az alkotása, és én is utána néztem, amennyire lehetett, és a rendelkezésre álló információk alapján, és való igaz, úgy tűnik, hogy ha elfogadjuk azt, hogy ez esetleg egy mesterségesen létrehozott égitest, akkor ezt minden kutatási eredmény alátámasztja. És nem létezik olyan kutatási eredmény, ami ezt cáfolná. Tehát most először, hogy Balogh Béla hídépítő mérnöki agyával néztük meg ezt a mechanikus szerkezetet, ami se gravitációs szempontjából, sem a mi galaxisunkba körülnézve a bolygók és a hozzájuk tartozó holdak arányait megfelelően nem illik a képbe. Ugyanakkor volt egy pont, ami szeretnék vele tovább menni, és ez konkrétan ennek a harangnak a pontja, az üregnek a pontja, ugye mi is egyfajta rezonátorok vagyunk, tehát mi az egész lényünk egy ilyen elektromágneses és elektromos rezgésből adódik, ahol ez a gyönyörű bőrzacskó vagy vizes korsó adja vissza a rezgéseit. Mi van akkor, hogyha a Földdel arányaiban összemérhető rezonátor képes folyamatosan rezgéseket kelteni és kibocsátani önmagából? Hát a következő dolog, amit biztosan lehet tudni, és amihez kétség nem fér, az, hogy a Holdnak a gravitációs hatása naponta kétszer okoz apályt és dagályt. Hány milliárd köbméter vizet megmozgat? És akkor jön a kis emberke, aki 70%-ével. Na most itt van az ember, akinek a fizikai testében 70-75% a víz. Nyilván, hogy ez a hatalmas energia a testünkben lévő vízre is hatással van. Igen ám, de a testünkben lévő víz az összefüggésben van az érzelmeinkkel. Tehát a víz, mint elem, és az érzelmek egy csoportba tartoznak. Nem véletlen, hogy amikor érzelmes állapotba kerülünk, akkor bizony megerednek a könnyeink, sírva fakadunk. Nem véletlen az sem, hogyha valamilyen feszültség jelentkezik, akkor előfordulhat, hogy az ember leizzad hirtelen. De még az is előfordul nagyon nagy érzelmi hatás esetén, hogy bepisil valaki. Tehát, hogy nem tudja ellenőrizni a víznek az áramlását. Na most, hogyha itt van egy ilyen égitest, amelynek ilyen erős hatása van a vízre, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogyha ennek az égitestnek erős hatása van az érzelmekre is. És hogyha a vizet hullámzásban tudja tartani, nyilván az érzelmeinkre is ilyen módon képes hatni. Na most nem is volna ezzel baj, hogyha az embereknek a nagy része, mondjam azt, a pozitív érzelmi tartományba tartozna, tehát szeretet, szerelem, boldogság, barátság, elfogadás, segítőkészség, és a többi. Tehát, hogyha ezek volnának a meghatározó érzelmek, akkor ezt ugyan pumpálhatná a Holdnak a jelenléte, nem volna ezzel semmi probléma. A probléma akkor jelentkezik, amikor részben, hát kevés tudással bocsátjuk útjukra a gyerekeket az iskolából, egy materialista világképpel, ami ilyen formán csacsiság, ahogy azt nekünk ma tanítják, és félelemre nevelve, tehát
azzal indítjuk útnak a gyermeket, hogy az életed a születéssel kezdődik, a halállal véget ér. Amit ez alatt az idő alatt megszerzel, az a tiéd, a többiről lemaradtál, az élet arról szól, hogy az erősebb győz, és a gyenge kiszorul, az evolúciónak ez a törvénye. És hogyha így nő fel a gyermek, így hagyja el az iskola padjait, akkor eleve benne van a halálfélelem. Ezt a halálfélelmet azután a különböző hírcsatornák folyamatosan fenntartják, hiszen kivétel nélkül minden hírcsatorna azzal kezdi, hogy hány embert lőttek le, hányan fulladtak meg, hányra szakadt rá a bánya, és vég nélkül folytathatnánk. A mozifilmeknek egy jelentős része ugyancsak arról szól, hogy ölni, vagy megmenekülni attól, hogy megöljenek. És ez állandó jelleggel hat a tudatalattira. Tehát mondjam azt, hogy a hírcsatornák igyekeznek a halálfélelem szintjén tartani a tömegeknek a nagy részét. Hogyha erre rátevődik a holdnak ez a pumpáló hatása, akkor az bennünket az alacsony fekvésű, a negatív érzelmi tartományban tart, és azt állandóan rángatja, tehát nagyon nehéz ebből kikerülni, nagyon nehéz ebből kijönni. Jó, csak egy kis vízzel kapcsolatosan egy kis hozzátétel, tehát ugye tudjuk, hogy fénygyermekei vagyunk, az egész testünkön belül egy fényrendszer irányítja az összes sejtünket a vízhidrátburkokon keresztül, ami az agyból kiindul a gerinc folyadékon keresztül érkezik. Na most Masaru Emoto fotói óta tudjuk, hogy mindenfajta érzelmi hangulat, tehát a víz a rezgések ruháit hordja. Tehát abban a pillanatban, hogyha én szeretetteljes állapotban tudom a vízkristályomat tartani, akkor az egészségem, a hangulatom, a cselekvési szabadságom, a szellemi felszabadultságom magas szinten van. Ha én ezt folyamatosan egy rabszolga szintjén, a félelem szintjén tudom tartani, akkor ebben a félelem szintjén tartott emberrel én azt tudok manipulálni, amit csak akarok, és ez a jelenlegi rendszernek valószínűleg kihaló, de jelenleg még fennálló szisztémája, és ennek az egyik elősegítője, hogyha én egy rezonátoron keresztül a testemben lévő vízkristályok rezonancia szerkezetét én ezen a destruktúrált szinten tartom, ahol csak a félelem rezgés tud dominálni, egy idő múlva a maga alá pisilő emberek társadalmát tudom létrehozni, amint tökéletesen tudok uralkodni, mert a szabad szellemű embereken már nem tudom ezt megtenni. Igen, ez a rendszer lényege. Igen, tehát a jelenlegi irányítóknak talán ez lehet a szándéka. Ez újfajta bilincs az ő kezükben. Régen rabszolgákat ugye lekötözték, igen, meg szíjjal verték, ma meg a médiumon és a mentális befolyásoláson keresztül tartják rabszolgaként. Igen. És annak ellenére, azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagy ez a hatás, ilyen erős ez a hatás, mégis egyre többen jönnek rá arra, hogy a fénygyermekei vagyunk, egyre többen találják meg azt az utat, hogy a fényre hangolódva félelem nélkül szeretetben tudjunk élni. Ehhez talán segédeszközt tud nyújtani a Szabadulás az érzelmek fogságából című könyv, és a mellette levő CD-n a meditációs gyakorlat. Hogy... Most jön a Barbetűk Balogh Béla. Igen. Azt mondod, hogy teli holdnál sokkal intenzívebben tudunk meditálni, tehát amikor egy ilyen teli hold effektus van, hiába rezeg, amit akar, de ha már magasabb rezgés szinten vagy, akkor ugyanez az effektus mit hoz létre az emberbe? Én azt mondom, hogy amit nagyon sok ezoterikus portálon lehet olvasni, hogy a hold el fogja vinni a negatív tudatalatti tartalmaidat, hogy a hold feltölti a kristályaidat, hogy ezt meg azt csinálja, ez hitrendszerhez tartozik, és hát nem túl bölcs dolog ezeket így elfogadni. Már csak azért is, mert hogyha elvitte volna a negatív tudatalatti tartalmakat, volt ideje. Aha, nem tette meg. De nem tette meg. De a másik az energiát véglet, azért lehet fordítani. A másik véglet, ugye, amikor babonák kapcsolódnak hozzá, és azt mondják, hogy vérhold, és jön a világ vége. Hát volt már egy néhány vérhold, és világ vége sem jött. Tehát azért mondom, hogy a hitrendszer az nincs paritásban azzal, amit a hold valójában tesz. Hogyha tudjuk, hogy milyen hatása van, akkor egy teli hold meditáció igen segíthet akkor, amikor én már pozitív gondolati és érzelmi tartományban vagyok, mert azt is erősíteni fogja,
Erre akartam kiukadni. Igen, de ahhoz nekem oda el kell jutni. Tehát nem a holttól kell nekem várni, hogy az majd megteremti bennem a harmóniát, hanem nekem kell megteremtenem magamban a harmóniát, és akkor már rásegíthet a hold. És amikor te, mint rezonátorként már a tiszta fény befogadására vagy alkalmas, akkor jöhet az az energia, ami egyébként a félelembe élő embert lefele tolja, úgy ez az energia téged tud emelni, mert át tud transformálni magadba. Igen, és megint csak arról van szó, hogy minden kulcs itt van az embernek a saját szívében. Ez így van. Ez így van. Érdekes erről a holdról beszélgetni, mert ugye sok adás hangzott itt el a VNTV-n a chemtrailről például, erre a mesterséges kémiai felhőről, a HAARP-ról, ami úgy szintén ilyen alacsony frekvenciás modulusokat bocsájt ki az emberek felé, tehát ez egy óriási gépezet, ami ebbe az irányba próbálja meg, viszont ennek egy oka lehet szerintem, és az oka az viszont, hogy ez az ember hibrid, fogalmazunk így, mert valamilyen kulmináció vagyunk, alapvetően nem alacsony rezgés szinten jött létre, csak ők próbálják rabszolgaként tartani, és meg kell tanulnunk az Isten önvalónkat egy pillanatban, és onnantól már nem lehet velünk azt művelni, amit idáig műveltünk, magunkkal is, hozzáteszem. Persze magunkkal is műveljük, elsősorban magunkkal műveljük azt, ami történik, és látszólag történik ez kívülről, külső befolyás hatására. Ezzel együtt ezek a megpróbáltatások, amelyeknek ki vagyunk téve, vagy kiteszünk magunkat, mindig hoznak egy tudati fejlődést. És pontosan a nehéz helyzetből való szabadulás az, ami új megoldásokat, új gondolatokat hoz, új utakra vezeti az ember. Tehát, hogyha minden ugyanúgy van, és minden jól van, akkor el lehet létezni kényelemben nagyon hosszú időn keresztül, és ezzel együtt akkor fejlődésről sem nagyon beszélhetünk. Tehát a szabadulás az érzelmek fogságábólnak az egyik kis szegmense, az, hogy igenis figyeljünk oda a holdra, illetve a hold működésére. Figyeljünk, de használjuk a pozitív tartományban, a pozitív aspektusát, tehát mindennek van jó oldala, meg kevésbé jó oldala. Használjuk azt, amire a fény tudja használni, hiszen az energia önmagában se nem jó, se nem rossz. A kérdés az, hogy ki hogy használja. Én a science fiction rajongók oldalából figyeltem meg ezt a hold sztorit, ők azt mondják, hogy tulajdonképpen az UFO-knak két óriási nagy leszálló pályája van, az egyik ugye a Föld két csúcspontján, északi déli sarkon van lejárójuk, és a Föld magjában, illetve a hold belsejében vannak, azért tudnak ilyen közel idejönni. Ehhez a teóriához mit szólsz? Egy kicsit semegét ide a végére, hogy látod. Azért gondolj meg, ez gigantikus, galaktikus méretekben is, hogy ott itt számít valamit a pénz meg a fizikai teljesítmény, azért egy ilyen holdat létrehozni olyan, mint Darth Vadernek a csillagromboló, nem? Tehát ez majdnem, és azt is mondják, különben kutatási eredmények azt is mondogatják, hogy maga a hold, mint szerkezet, idősebb, mint maga a Föld. Tehát azért ezt már valamikor nagyon régen létrehozták. És ugye beavatottak, többek között White Eagle azt tanítja, hogy az egész univerzum lakott. Többé-kevésbé, jó, nem minden bolygó, de nagy része az univerzumnak lakott, és emberek által lakott, vagy pedig magasabban fejlett lények tehát által. Tehát magasabb dimenzió, amit nem feltétlenül fizikai testben élő lények által lakott. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy a Földön milyen módon jött létre az élet a beavatottak szerint, ők azt mondják, hogy nagyon sokan jöttek ide és segítették a Föld nevű bolygón az életnek a kialakulását. Különböző más bolygókról, és talán nem véletlen, hogy ugye itt van sötétbőrű, van fehérbőrű, van sárgabőrű, van vörösbőrű, mert mikor már tudjuk, hogy ez nem evolúció útján jön létre, mert az úgy önmagában tervezés nélkül az csacsiság, tehát az nem történik, akkor fel lehet fedezni azt, hogy itt tervezés van mögötte, és azt is, hogy hát nyilván, hogyha tervezés van, akkor vannak tervezők, voltak tervezők, valószínűnek tartom, hogy ez a rengeteg jelenség, amit olyan sokan észlelnek, az arról szól, hogy azért figyelemmel kísérnek bennünket, akkor is, hogyha nem avatkoznak bele a dolgunkba. És hogyha kiderült esetleg az, ez megint csak feltételezés, mert bizonyosság nincsen felőle, hogy a hold esetleg lakott, akkor érthetővé válik, hogy miért nem megy senki 40 éve a holdra.
mert hogyha valaki megmásza a csomolungmát, akkor egy másik országnak a hegymászója is meg fogja mászni, már csak azért is, hogy nemzeti büszkeségből, vagy teljesítményből, vagy akármiért. Hogyha az amerikaiak eljutottak a Holdra, nyilván az oroszoknak is ott lehet célként, vagy a japánoknak, vagy éppen a kínaiaknak, vagy bárkinek, aki szeretné megmutatni, hogy ő is képes erre a performance-ra. De valahogy, valamilyen okból kifolyólag 40 éve itt keringünk mindenféle űrjárművel, mint a légy a lámpa körül, és senkinek nem jut eszébe a Holdra menni. Vajon miért? Előfordulhat, hogy ki vagyunk tiltva? Előfordulhat, hogy ezt a kormányok tudják? Figyelj, ha mehetnénk, akkor már rég valami bankot tettek volna oda, és sárga csekket küldenének az ottani holdlakóknak is, mert ezek a fiúk nagyon ügyesek ilyen szempontból. Nagyon jók a kérdéseid egyébként. Én annyi spekuláltam már, ugye azt megeztem már, hogy Dél-Afrika környékéről indult el egy 10 millió éves vándorlásról az emberiség, ahogy közben kisárgult, kipirosodott, kifehéredett, stb. De azt mindig elfelejtik, hogyha megnézed egy afrikainak, egy pigmenus, vagy egy hottentotta, vagy bármifének a geometriai arányait, vagy megnézed a kínaiaknál sokkal rövidebb a lábuk, tehát az aranymetszésnek tökéletesen ellent mondanak, mint ahogy nekünk viszont tökéletesen működik, hogy nekem ugyanez jutott eszembe, hogy az univerzumnak különféle lakói ide betelepítettek egy törzset, aminek a genetikai állománya nem lehet totál távol, mert hogy mindnyáján humanoidok vagyunk, tehát működni, de ez egy tanulótábor. Akkor itt az egyik tervezett legyet, a másik tervezett zsiráfot, a harmadik sültököt, teljesen mindegy, de itt ez a Föld, ez egy ilyen óriási kísérleti bázis az egész univerzumnak. Mi magunk is ezt tesszük. Tehát azért furcsa, hogy ilyen nehezen látjuk át az összefüggéseket, mert példának okáért génmanipulációval rengeteg növényt, zöldséget, gyümölcsöt már átalakítottunk, és az, hogy 30 év alatt az ízletes, zamatos paradicsomból lett egy vízízű, kemény, ehetetlen golyób is, az nem az evolúciónak a műve, hanem a beavatkozásnak és a tervezésnek, vagy pedig akkor nevezzük az evolúciót fejlesztésnek, nem pedig fejlődésnek. Tehát ott van mögötte hatalmas laboratóriumok tömkelege, a tudás, a kísérleteknek az egész sorozata, a tudósok, a gondolat, a terv. Hogy lehet elérni azt, hogy a paradicsom ne rothadjon meg, mire hazaviszed? Hogy lehet elérni azt, példának okáért, ugye én emlékszem gyerekkoromban, hazavittem az epret a piacról, illatos volt, de estére már folyt szét. Most hazavittem az epret, és kis tálcába volt, gyönyörű, szép, hatalmas, nagy, íze, illata csökkent mértékben, lényegesen csökkent mértékben, és megettem belőle vagy két szemet, és a többit kibontva ott hagytam a hűtőszekrénybe, és elfeledkeztem róla 3 hétre. 3 hét után pontosan ugyanolyan szép, piros és kemény volt. Mert nem ennyibe véletlenül is egy ilyen tömegétkezdében, nem is tudom, hogy gyors étkezdében, mert ott veszel, az még 3 év múlva is ugyanúgy néz ki. Egyszer csináltam egy kedves kolléganőnk egy műsort, és akkor utána nézett, hogy például a paradicsomnál egy hüllő külső bőr sejtjének a mutását tették bele a paradicsom héjába, hogy ne puhuljon meg. Tehát ott a gazdaságos polcán ott hónapokig helyt kell állnia, de nem menjünk ebbe bele. Csoda, hogy mi ezeket túléljük, mert hogy ebbe a laboratóriumban azért nem csak mi kísérletezünk, hanem velünk is kísérleteznek. És ugye vége felé ér egy óriási nagy laboratórium kísérleti korszak az emberiség életében, és az a nagy adottságunk, hogy mi most születhettünk ide, és páholyból, fejlesztős páholyból nézhetjük végig az emberiségnek a felemelkedését, mert hogy... Hát azt, hogy végignézzük, azért azt én azt mondom, hogy annál többet tudunk tenni, hiszen hozzá tudunk járulni elsősorban a saját magunk fejlesztéséhez, tudatosodásához, és azután, amikor már többé-kevésbé rend van, akkor hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy másoknak segítsünk ebben a felemelkedésben. Aki akar jönni, az aki akar, jönni. Természetesen, hát ugye szabad akarat megvan, senkit nem szabad átvinni az utcán, hogyha nem szeretne átmenni, és sokan nem szeretnének. Ez biztos. Ugyanakkor, akik szeretnének, azoknak a számára jó, hogyha ott van az a bizonyos járt út. Jó, hogyha ott vannak a segédeszközök. Jó, hogyha ott van egy tudatalatti 10 parancsolata, ami felül tudja írni a rossz szülői vagy nevelői programokat. Jó, hogyha ott van egy olyan meditációs CD, ami biztosítja a szakrális védelem felépítését és a csakráknak a lezárását. Jó, hogyha ott van egy olyan meditációs CD,
ami élményszinten kapcsolatot tud létrehozni a felsőbbrendű énnel. Tehát élményszinten tudom azt, hogy én és az egész univerzum egy vagyok, ahogy Jézus tanította, hogy én az atyában, az atya bennem, én és az atya egy vagyok. Tehát ha én egy vagyok az egész teremtett élettel, és teremtője is vagyok ugyanakkor, társteremtője az univerzumnak, akkor mitől kellene nekem félni? De mint említettem, ezt intellektuális úton nem lehet megmagyarázni, se feldolgozni, ehhez kell az élmény. Megint Whiteiglet idéztél, bocsánat, mert pont a könyved végén van ez, hogy mitől féljek, ha egy vagyok a teremtővel, ez a lényege. Kedves nézőink, akkor ebből a kis beszélgetésből most több dolgot jegyezzetek meg. Ne adjatok brókercégnek pénzt, aki azt ígérteti veletek, hogy majd a Holdon telket vesz, mert Béla szerint oda minket nem igen várnak, és nem lehet oda menni. Gondolkozzatok el ezen, hogy valóban a Hold mit jelent nektek, és amikor Hold hatást éreztek magatokba, akkor ezt az energiát igenis át lehet fordítani a javatokra, és nem kell hagyni, hogy lenyomjon az, ami egyébként felemelhet is, semmi más, mint csak tudatosság, és hogyha szükségetek van segédeszközre, meg emberekre, akkor itt van többek között Béla és a csapata, Balogh Béla és a csapat, aki tud nektek segíteni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, VNTV-t, a Viva Natura televíziót láthatatok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy YouTube megosztó portáljain találjátok.